Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Az autóvásárlásnál gyakran csak arról beszélünk, hogy hogyan kell kiválasztani az adott típust. Mire figyeljünk, milyen guruhoz érdemes elvinni, milyen jellemző műszaki problémák vannak. Pedig a kérdés az ennél sokkal, de sokkal összetettebb, például, hogy milyen az autó jogi háttere, és hogy ennek hogyan lehet utána járni, hogy megvásárolhatjuk-e egyáltalán, hogy az az ember, aki hirdeti, az egyáltalán eladhatja-e nekünk az adott autót. Récsényi Attila ügyvéddel most ennek járunk utána. Ennek a blogbejegyzésnek, amit elküldtél nekem, az a felütése, hogy hogyan kerülhetjük el az autóvásárlás buktatóit. Szerintem fontos tisztázni azt, hogy ez itt már azokon a buktatókon túl vagyunk, hogy megnéztük az adott járművet, kiválasztottuk az adott járművet, esetleg megtörtént egy műszaki átvizsgálás, és most már tényleg konkrét vételi szándékkal mennénk oda az eladóhoz, legyen az kereskedő, magánszemély, teljesen mindegy. És azt kezdted el feldolgozni, hogy mik azok a jogi buktatók ebben az első részben, amik a szerződéskötés előtt vagy a szerződéskötésnél felmerülhetnek. Tehát jól gondolom, a legfontosabb a jármű előéletét, a jármű adminisztratív előéletét, tehát nem a műszaki, szerviz vagy kártörténeti, hanem az adminisztratív előéletével tisztába kerülni. Hogy érdemes ennek nekiállni? Igen. Ez az egyik része, amit mondasz, a járművel kapcsolatos adatok, tények. A másik viszont fontos, hogy azzal is tisztában legyünk, hogy kitől veszünk egy autót. Tehát nem elég csak oda menni, megnézni az autót, kezet rázni, kitölti mindkét fél az adatait, hanem igenis pontosan tisztában kell lennünk azzal, hogy melyik az a magánszemély, akitől megvesztük az autót, mik az adatai, illetve egy kereskedés esetében vagy más jogi személy esetében, mik ennek a személynek a pontos adatai. Kezdjük az autóval talán. Igen. Az autónak az adatait többfajta közhiteles nyilvántartásból tudjuk ellenőrizni. Az egyik, amit talán legtöbben ismernek, ez a ESP, a járműszolgáltatási platform. Ebben a rendszer... Bocsáss igen. Meg. A ESP, ez tudomásom szerint bárki, aki rendelkezik ügyfélkapuval, így van. Ingyenesen hozzáférhet és korlátlan számban? Korlátlan számban. Néha megfigyelhető egy kis lassítás, pár másodperces, hogyha az ember sokat kérdez le, de alapvetően nincs limit ismereteim szerint, és akár 10-20 autót is le lehet kérdezni. A ESP egy olyan platform, ahol a jármű korát, esetleg a vizsgabázis alaposságától, jármű korától és a vizsgabázis alaposságától eltérhetően más-más információk lesznek fönt. Tehát van, hogy vannak fotók is, de van, hogy még a kilométer-óra állás sem rögzített rajta. Mi az, amire mindenképpen számíthatunk, hogy itt elérhető lesz, ami nekünk a fontos? A rendszer nem tökéletes. Itt kizárólag rendszám alapján tudunk keresni, tehát ha esetleg más azonosítónk van meg, azt sajnos nem tudjuk megnézni. Ezért mindenképpen ragaszkodjunk ahhoz, hogy a gépjárműnek a rendszámát megkapjuk az eladótól. Ha megvan a rendszám, akkor többféle adattípust tudunk megtekinteni a ESP-n. Az egyik az, hogy mióta van Magyarországon az autó, és hány magyarországi tulajdonosa volt, mikor helyezték forgalomba, rendelkezik-e érvényes műszaki vizsgával-e az autó, történt-e káresemény az utóbbi néhány évben, ha történt, akkor abban balesetet okozó vagy elszenvedő fél volt, ki van-e vonva a forgalomból, illetve a futás teljesítményével kapcsolatos adatokat is láthatjuk. Egy nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy most már van ilyen internetes mém, hogy német prémium autó 22. tulajtól eladó Magyarországon. Mire utal az, hogyha egy autónak ennyi tulajdonosa volt? Annak sokféle magyarázata lehet. Az egyik lehet az, hogy ténylegesen 22 magánember adta-vette az autót, de az is lehet, hogy volt egy kereskedés, volt egy leasing cég, utána volt egy magánszemély, utána esetleg megint volt egy leasing cég, tehát a leasing cégeket is, kereskedőket is tulajdonosként tartja nyilván. Önmagában ez nem egy probléma, nyilván itt az autó műszaki állapota, meg a dokumentációja, amit célszerű ilyenkor megnézni, az a teljes képet a valóságról, de ez nem kell, hogy feltétlen elrettentő tényező legyen, hogy több tulajdonosa volt néhány év alatt egy gépjárműnek. Milyen olyan adatot találhatunk a ESP-n, ami viszont már elrettentő kell, hogy legyen, vagyis gyanúra kell, hogy okot adjon?
amikor mondjuk nagyon rövid idő alatt váltják egymást a tulajdonosok, nyilván itt is lehet ez a leasing céges történet, de amikor mondjuk 2-3 havonta, akár fél éven vagy éven keresztül váltják egymást a tulajdonosok, az már egy ilyen figyelmeztető sárga jelzés lehet, hogyha feltűnő óraállásokat, ingadozásokat látunk mondjuk a kilométer órával kapcsolatban, és nem például arról van szó, hogy elírtak egy számjegyet adott esetben az okmányirodában, és amiatt mondjuk 1.200.000 kilométer van az egyik nap, és 120.000 kilométer a másik nap, az egy felteltő elírás volt, de amikor nem erről van szó, hanem azt látjuk, hogy mondjuk 350.000-ről visszapörgették 100.000-re, az már ott lehet, hogy egy figyelmeztető tényező. Igen, és érdemes odafigyelni a számokra, hogy azt hiszem a 200.000 kilométer a fájdalom küszöb nagyjából, tehát hogyha egy autóban pont 197.000 van az eladás napján, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni. Igen, ez egy ilyen tipikus vevői hozzáállás miatt alakult szerintem ki, hogy valamiért félnek a magas kilométer futás teljesítményű autóktól az emberek, és a 200.000 az a lélektani határ, amit még úgy hajlandó kell fogadni használt autók esetében. Tehát a ESP. Képbe kerülhetünk tulajdonosok számával, a futott kilométerekkel, és mi az, amire még nekünk hasznos lehet a szerződés megkötése előtt? A ESP-n belül még? A ESP-n belül. A ESP-n belül látjuk, hogy az autó rendelkezik-e műszaki vizsgával, forgalomban van-e, vagy esetleg időszakosan ki van vonva a forgalomból, illetve én azt szoktam javasolni, hogy a fényképeket is, a feltöltött fényképeket is nézzük meg. Ennek két jelentősége van. Az egyik, a fényképek egy része a műszaki vizsgálatok során készül, a másik része pedig az előzetes eredetiség vizsgálat során. Mivel a rendszerben kizárólag rendszám alapján lehet keresni, a képeken nagyon gyakran azonban az alvásszám megtekinthető. És van olyan közhiteles nyilvántartás, amiben viszont csak az alvásszám alapján lehet keresni, ezért a képekről, ha kigyűjtjük az alvásszámot, például a hitelbiztosítéki nyilvántartásban meg tudjuk tekinteni az autóval kapcsolatos adatokat. Ha jól gondolom, itt azt láthatjuk, hogy az autó terhelte pénzügyileg. Igen, tehát hogy van-e leasing, van-e zálog, vagy egyéb ilyen hasonló, igen, teher az autóval kapcsolatban. Ez egy hasznos tipp. Én azt hiszem, hogy járatos vagyok ebben, de hogy ez például nekem nem volt meg, hogy így érdemes. Sajnos a rendszer úgy van kialakítva, hogy kizárólag a rendszám alapján lehet keresni. A legtöbb használt autó hirdetésben valamiért úgy gondolják az emberek, hogy le kéne takarni a rendszámot, mintha az valami titkos adat lenne. Ezt sosem fogom megérteni, megmondom őszintén, tehát nem vennék olyan embertől autót, aki letakarja a rendszámot, hiszen aki rendszámot takar, az meglehetősen egyértelmű, hogy takargatni valója van. Igen, ott felmerül a gyanú, hogy miért nem akarja, hogy azt ott az emberek meg tudják nézni a ESP-ben. Nagyon hasonló, hogyha felhívom az eladót, és nem adja meg az alvásszámot. Miért nem adja meg az alvásszámot? Ez is egyből gyanúra ad okot. Így van. Ez mind a kettő egy sárga lámpa kell, hogy legyen az ember fejében, hogy itt valami hátsó szándék állhat esetleg. Nagyon érdekes. És akkor azt mondtad, hogy a ESP-ből tényleg kinyelhetőek ezek az adatok. Van itt még olyan tétel, amire érdemes figyelni, ugye beszéltünk. Tulajdonosok száma, futott kilométer, szerencsés esetben akkor alvásszám a fotókról. És még? Említettem a balesetet, azt hiszem az 2019. január 1 óta tartalmazza az eseteket. A 14 éves magyar gépjármű átlag, 15 éves, abban 15 és fél éves. Abban ez nem lesz segítség, csak az újabb esetekre. Illetve amit még említettem egy fél szóval, hogy a járművel kapcsolatban azt tudjuk még meg, hogy forgalomban van-e, vagy esetleg ki van vonva ideglenesen a forgalomból. Milyen problémákat vedhet fel, hogyha én ideiglenesen kivont autót vásárolok? Tehát milyen problémát veszek ezzel a nyakamba? Igazából ez egy adminisztratív intézkedés. Ez azt jelenti, hogy 6 hónapra kivonják az autót a forgalomból, közúti forgalomban nem vehet részt, nem kell rá biztosítást kötni, de attól még egyébként lehet, hogy van egy érvényes műszaki vizsgája, tehát bármikor vissza lehet helyezni a forgalomba. Adófizetés, illetve biztosítás fizetés alól ad egy mentességet ez a forgalomból történő kivonás, tehát alapesetben nem kell félni tőle. Értem. Kipörgettük tehát a ESP-t. Igen.
Hogyan mehetünk tovább? Volt ez a kifejezés, amit használtál, milyen hiteles? Közhiteles. Közhiteles. Tehát ezek, ha jól értem, akkor ezek a közhiteles adatforrások, ezek az állam által működtetett infrastruktúrákon így elérhető, a műszaki vizsgabázisok és az eredetiségvizsgákból befolyó adatok halmaza. Így van, igen. Mi a következő ilyen közhiteles forrás, amit használhatunk? Közhiteles forrás, és akkor itt kicsit áttérünk arra, hogy kitől veszünk autót, hogyha nem magánszemélytől, hanem cégtől, valamilyen intézménytől. Bocsánat, az igen. Ő befoglaló nevük a jogi személy? A jogi személy, igen. Tehát mindenki, aki nem természetes személy. A természetes személy az a magánember. Én, az a magánszemély, így van a hétköznapi értelemben. Elnézést, hogy ilyen didaktikus vagyok, csak szerintem, hogyha nekem ezeket tisztázni kell, akkor lehet, hogy sok nyugodtan, és bármikor tényleg kérdez közben, mert nekem nyilván a szakmámból adóan ezek hétköznapi dolgok, de a laikusok számára, akik nem ezzel foglalkoznak nap mint nap, ezek kérdőjeleket vethetnek fel, tehát tisztázzuk nyugodtan. Tehát vehetünk jogi személytől és természetes személytől autót, az egyik akkor legyen a cég, legyen a másik így. Pedig a magánember. Így van. És akkor vegyük a cégeket először. A cégek hasonlóan a magánszemélyekhez ugyanúgy jogviszonyok részesei lehetnek, tehát tulajdonolhatnak gépjárművet, ezeket vehetik, eladhatják. Ilyenkor célszerű megnézni, hogyha bemegyünk egy kereskedéshez, de ez akár lehet nem kereskedés, hanem egy vállalkozás, akitől megkívánunk venni egy autót, hogy az a cég létezik-e valójában, és olyan adatokkal létezik-e, amit az a személy, aki a cég képviseletében megjelenik előttünk, elmond. A cég ellenőrzésére a legmegfelelőbb hely a cég nyilvántartás. Ez szintén egy ingyenesen bárki számára elérhető nyilvántartás. Itt még ügyfélkapuval sem kell rendelkezni, tehát itt tényleg az e-cégjegyzék oldalára felmegy valaki, és a cégnév, adószám, cégjegyzékszám alapján megkeresheti az adott céget. Bocsánat, ezt már én is használtam, ezt az alkalmazást, tényleg hasznos. Autóvásárlóként, egyszerű autóvásárlóként, aki szeretne megvásárolni mondjuk egy kereskedéstől egy személyautót, mik lehetnek azok az intőjelek, amik arra utalnak, hogy nem biztos, hogy tiszta a háttere az említett kereskedést? A legfontosabb intőjel, hogyha a cégnévben olyat látunk, hogy felszámolás alatt, csődeljárás alatt, kényszertörlés alatt. Ezek negatív események a cégek életében, azt jelentik, hogy valamilyen pénzügyi nehézség van, vagy esetleg nem elérhető a cég, és emiatt a jogszerű működése kérdéses lehet. Ezek közül a felszámolási eljárás, illetve a kényszertörlés az, amikor már a cég meg sem kísérli a működését helyreállítani, erre szolgál egyébként a csődeljárás, de ilyen esetben fontos, hogy a korábbi céges ügyvezető már nem is jogosult a cég képviseletére, hanem helyette például felszámolási eljárásnál a felszámoló biztos jár el, ő jegyezheti a céget, tehát ő írhat alá bármit a cég képviseletében. Ha nem látunk ilyet, akkor is érdemes lejjebb görgetni a cégkivonatban, mert láthatjuk, hogy például végrehajtási eljárások vannak a cég ellen. Ezek a cégjegyzékben fel vannak tüntetve, hogy hány darab, mikor indult, folyamatban vele még. Ha valaki esetleg céginformációs rendszerre előfizet, ott ennél többet láthatott, a korábbi lezárt eseményeket is láthatja, de ha végrehajtást látunk, az is egy intőjel lehet, hogy esetleg a gépjárművel kapcsolatban valamilyen kényszerintézkedést alkalmaztak, lefoglalták, vagy foglalás alatt van éppen, és itt már fokozott körültekintéssel érdemes eljárni. Ha jól sejtem, és javíts ki, közvetlen anyagi kárral az én részemre egy felszámolás alatt álló cégtől vásárolt autó nem járhat. Ellenben, hogyha mondjuk vitás kérdésem támad, tehát mondjuk garanciális ügyintézés vagy valami hasonló, és mondjuk a cég, mire visszamennék a garanciális problémámmal, egyszerűen nem létezik, az már azért probléma. Vagy van itt más egyéb is? Tehát, hogyha mondjuk egy végrehajtás alatt álló cégtől megvásárolok egy autót, akkor az én ajtómon kopoghat a NAV a későbbiekben? Ez nagyon sok mindentől függhet, tehát ez nem egy ennyire egyszerű. Itt függhet attól, hogy
ha most csak a végrehajtást nézzük, és nincs felszámolás, csőd, stb., hogy a cég vagyonát, ami beadott esetben beletartozik a gépjármű, azt már eljárás alá, végrehajtás alá vonták-e vagy sem. Hogyha igen, akkor ugye azzal nem rendelkezhet a cég, tehát azt nem adhatja el jogszerűen. Ha ilyenbe belefutunk, akkor lehet ebből egy jogi eljárás, amiben megpróbálják tőlünk visszaszerezni az autót. Tehát ezzel kapcsolatban érdemes nagyon körültekintően eljárni, és utána menni, akár a végrehajtóval egyeztetni, hogy nehogy ebből később problémánk adódjon. Az egy másik kérdés, amit felvetettél, hogy akár a jótállási, vagy a szavatossági kérdéseket hogyan lehet majd rendezni a jövőben. Ha végrehajtás van és nem szűnik meg a cég, mert befejeződik a végrehajtás eredményesen, és a cég működik tovább, akkor nyilván ebből nem lesz probléma. Ha esetleg van egy felszámolási eljárás, vagy a kényszertörlés eredményeként törlik a céget, akkor abból lehet probléma, hogy nem fogjuk tudni kivel szemben érvényesíteni a kötelezettségeket. Érthető. Mire érdemes még figyelni a céginfóban ezen kívül? Már azon túl, hogy tiszta legyen a cég háttere, akitől vásárolt. Céginfóban érdemes megnézni, hogy önálló vagy együttes cégjegyzésre jogosult-e a cégnek a vezető tisztségviselője, aki aláírja a szerződést. Nagyon sok esetben nem egy darab ügyvezetője van a cégnek, aki önálló jogosult aláírni, hanem együttes cégjegyzésre jogosultak. Ez azt jelenti, hogy két ember kell legalább ahhoz, hogy a cég nevében érvényesen szerződést lehessen kötni. Ilyen esetben mindkét cégjegyzésre jogosultnak a cég neve alatt, mellett, fölött ott kell lennie az aláírásának, hogy az egy érvényesen létrejött szerződés legyen. Ezt ugyanígy lehet egyébként a cégjegyzékben ellenőrizni, a cégkivonatban. Ha azt látjuk, hogy csak együttes cégjegyzés van föltüntetve az adott személy neve alatt, akkor ő csak egy másik személlyel együtt jogosult aláírni. Hogyha ezek a feltételek nem teljesülnek, tehát csak az egyik ügyvezető írja mondjuk alá, később abból milyen problémája származhat a gyanútlan vevőnek? Később akár mondhatják azt, hogy nem jött létre érvényesen az a szerződés, és vissza kellene állítani az eredeti állapotot, vissza kellene adni az autót, neki vissza kellene kapni a vételárat, de ugyanakkor ezt ki lehet javítani, ezt a hibát, hogy aláírnak rövid időn belül egy másik szerződést megfelelő alakisággal, tehát mindkét cégjegyzésre jogosult elhelyezi az aláírását a szerződésen, és akkor gyakorlatilag kijavítható ez a hiba. Hol bukik ki a probléma? Már esetleg az eredetiségvizsgálatnál, vagy esetleg csak az okmányirodában, amikor odatoljuk a papírt az ügyintéző elé? Ez lehet, hogy sehol nem fog kibukni, mert az okmányirodában nem fogják ezt valószínűleg ellenőrizni, legalábbis én nem hallottam még ilyenről, hogy megnézik, hogy együttes cégjegyzésre jogosult-e az a személy, aki aláírt. Ugyanakkor a cég megtámadhatja ezt később, vagy más módon is kiderülhet. Tehát tényleg van egy olyan okmányirodai ügyintéző, aki nagyon alapos és megnézi, és akkor ő mondhatja azt, hogy ezt így ebben a formában nem lehet átiratni, mert hogy egy aláírás hiányzik a szerződésről. Értem. Fűződhet ahhoz érteke a cégnek, hogy később esetleg ezzel nyomassza a vásárlót? Nem hiszem, nem. Nem tűnik valószínűleg. Ilyet láttam már nagy bankoknál is, hogy rossz volt mondjuk egy meghatalmazás, nem a megfelelő cégjegyzésre jogosult írt alá. Nem vették figyelembe, hogy neki pont akkor már lejárta mandátuma, nem hosszabbították meg, elfelejtették. Ugyanakkor kiállítottak egy meghatalmazást, de az így nem volt szabályszerű. Nyilván megfelelő cégeljárás során ezt pótolták, és akkor kiállítottak egy új meghatalmazást, és onnantól kezdve megint mindent ment maga útján. Értem. Van olyan lehetőségünk még, amivel esetleg az autót árusító cég előéletét, vagy aktuális állapotát ellenőrizni tudjuk, vagy ezzel itt kipörgettük ezt a lehetőséget? Ez a legfontosabb, hogy a cégjegyzéket megtekintsük. Hogyha van lehetőségünk arra, hogy fizetős céginformációs szolgáltatáshoz hozzáférjünk, akkor ott egy cégnél plusz adatok is megtekinthetők. A tulajdonosok vagy a vezető tisztségviselőknek akár a kapcsolati hálója. Például láthatjuk egy ilyenből, hogy neki már több céggel volt valamilyen ügyvezetői vagy tulajdonosi kapcsolata, amik esetleg
felszámolással, kényszertörléssel vagy hasonló negatív eseménnyel érintettek, és mondjuk ez egy újabb eldobós cég, ezt hívják így a köztudatban. Most akartam kérdezni, hogy a dobós cég probléma körével légy szíves, vezess majd a földi halandókat, de akkor fejezve kérlek a gondolatot. Tehát az gyakorlatilag ezt egy bővebb információ alapján fizetőszolgáltatásból lehet ezeket az információkat megismerni. Itt fontos, hogy lássuk, ha egy érintett ilyen eldobós felszámolással, csődeljárással, kényszertörléssel, végrehajtásokkal érintett cégekben van, vagy volt benne az elmúlt években, és mondjuk ezek ilyen 1-2 éves cégek megszűntek, utána egyből csináltak egy másikat, az is megszűnt, egyből csináltak egy másikat, akkor ott azért fokozott óvatossággal célszerű eljárni, mert gyakorlatilag az ilyen cégeket arra hozzák létre, páradásvételt lebonyolítsanak velük, és utána ezeket a cégeket gyorsan megszüntetik, esetleg az adót nem fizetik be, vagy nem teljes mértékben fizetik meg, eljárás indul ellenük, akár állami végrehajtás, és amíg viszont nincsenek eltiltva a cégjegyzéstől ezek az emberek, addig tudnak új céget alapítani kvázi tiszta lappal, amik ugye egy alapszolgáltatásból nem állapítható meg, hogy neki már volt ilyen eljárással érintett cége. Bocsánat, tehát akkor elmondható az, hogy a dobós cég, tehát hogy a köztudatban tényleg ez így épült be, tehát a dobós cég lényege, hogy létrehozzák és megszüntetik, mielőtt még számon kérhető lesz. Igen. Vagy esetleg valamilyen anyagi ellenszolgáltatást kéne adót befizetni, vagy valamit az állam felé. Igen. Értem. És ugye, ha megszűnik, akkor amiről az előbb beszéltünk, hogy a jótállás szavatosság ugyanígy problémával fog ütközni, mert senki nem fogod tudni majd érvényesíteni a szavatossági jogokat. Értem. Tehát akkor a dobós cégeket is érdemes kerülni, és a dobós cégnek azért van nyoma az interneten, tehát hogyha tényleg valaki a 14. ügyvezető 3 éven belül, már hogy 14-ére ügyvezető igen. 3 éven belül, akkor az sejtett valamit. Ami még az alapszolgáltatásból ezzel kapcsolatban intőjel lehet, és esetleg érdemes utána kérdezni, akár ott a helyszínen, a cég alapításának az időpontja az pontosan fel van tüntetve a cégkivonatban, cégjegyzékben. Tehát láthatjuk, hogy ez 2021-ben, 2002-ben, vagy hogy mikor jött létre. Nyilván egy olyan cég, ami 2002-ben létrejött, azóta egyszer váltott, vagy kétszer telephelyet, vagy egyáltalán nem váltott, az sokkal nagyobb bizalmat ébreszt az emberben, mintha egy olyan céget lát, ami mondjuk 2 éves, és már volt 3 telephelye. Az is egy érdekes kérdés, hogy az miért volt. De gyorsan fejlődik, több az autó, nagyobb hely. Vagy hogy váltogatják egymást mondjuk az ügyvezetők a cégnél 2 év alatt. Elég nagyot tisztult a gazdaság az utóbbi 5-8 évben, azt gondolom. Ezek még amúgy dívnak? Van ezeknek most még úgymond létjogosultsága? Vagy ezek azért szorulnak vissza? Ezek az eldobós céges megoldások, telephelyváltásos megoldások. Tisztult, de még mindig vannak a piacon ilyen szereplők. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez teljes mértékben kiszorult volna a piacról. Vannak még mindig ilyenek sajnos. Kipörgettük a cégeket? Mehetünk a magánszemély felé? Vagy mehetünk szerintem. És átköthetünk úgy, hogy ha meggyőződtünk arról, hogy ki a cég, vagy mi a cég, és mik az adatai, akkor a képviselőnek az adatait is ellenőrizzük le, ugyanúgy, ahogy egyébként egy magánszemély szerződő adatait is. Ezt úgy tudjuk megtenni a legegyszerűbben, hogyha elkérjük, illetve magunk is megmutatjuk a másik félnek a személyazonosító okmányunkat, lakcímkártyánkat. Bocsánat, most így elképzelem magam ebbe a helyzetbe, hogy állunk ott az ÖMV parkolóba, mustráljuk az autót, égeti a zsebünket a pénz, már úgy nagyon menne a biznisz, és akkor, hogy bocsánat, megmutatnád a személyidet. Szóval, hogy van ennek realitása? Mert tudomásom szerint nem hatósági személy nem kérheti el. Ugye egy szerződéskötésről beszélünk, itt a feleket együttműködési kötelezettség terheli. Ha te el akarod adni az autót, én meg akarom venni, akkor elemi érdekünk fűződik ahhoz, hogy egy jó, tartalmilag megfelelő adásvételi szerződést tudjunk kitölteni. Ehhez pedig szükséges az, hogy az adatok a valóságnak megfelelően kerüljenek be a szerződésbe. Értem, de ha már ott tartunk, hogy írjuk a szerződést, amire föl kell kerülni a személyigazolvány számnak,
akkor ott az már felvételezi azt, hogy megtörtént egy más kezébe a belecsapás, tehát a kérdés már úgymond eldöntetett. Tehát hogy ilyenkor még van értelme ezzel, vagy ezt tényleg akkor az ember igenis kérje el előre a személyazonosítót? Én ezt már magához a szerződéskötéshez mondanám, amikor aláírjuk a szerződést, az adatok tételes ellenőrzését. Azt esetleg, mikor mielőtt belecsapunk egymás kezébe, annyit azért nézzünk meg, hogy a forgalmi engedélyben, vagy a törzskönyvben és a személyigazolványban mondjuk egyeznek-e az adatok, hogy az a személy van ott, aki el akarja adni az autót, és csak utána csapjunk a másik kezébe. Bocsánat, az üzemben tartó intézményére majd nagyon szeretném, hogyha kitérnél, mert ez még nekem is egy picit homályos néha, de hogy van, akkor jól értem, hogy van arra lehetőségem, hogy a személyigazolvány szám alapján lekérdezzem. Nem, arra nincs. Tehát a személyigazolvány szám alapján nem nagyon lehet lekérdezni földi halandóknak, az állami szervek tudnak, meg mondjuk ügyvédek, közjegyzők bizonyos eljárások esetében. Ez a személyigazolványra vagy azonosítókmányra történő ellenőrzésnek tényleg ott van szerepe, hogy a szerződésbe a megfelelő adatok kerüljenek bele pontosan. A szerződéskötés előtt ott igazából azt tudjuk megvizsgálni, megnézzük, hogy a forgalmi engedélyben, illetve a törzskönyvön szereplő adat, és az a személy, aki el akarja nekünk ott adni az autót, az megegyezik-e. És akkor itt érjünk ki a üzemben tartóra egy picit. A járművekhez... Bocsánat, üzemben tartó, és nagyon fontos, hogy utána átbeszéljük a törzskönyvet, amit az ember szeret a autóvásárlás másnapján nagyon elrakni. Igen, hogy elveszíteni. Aztán meg idegbeteg módon keresni. Így van. És tudomásom szerint lehetőség is van elvesztett törzskönyvvel eladni az autót, de hogy az egy elég bonyolult folyamat. Igen. Viszont most akkor üzemben tartó. Ki Jó. az az üzemben tartó? Az üzemben tartó az a személy, aki a gépjárműnek az üzemeltetésére jogosult. Ez két ember lehet, az egyik az maga a tulajdonos, hogyha nincs egy hatóság felé bejelentett üzemben tartója a gépjárműnek, illetve az üzemben tartó lehet, aki elkülönült személy lehet a tulajdonostól. És akkor melyiket hogy tudjuk ellenőrizni? A gépjárművekhez két fő okmány tartozik, ez a törzskönyv, illetve a forgalmi engedély. A forgalmi engedély a gépjárműnek az adatai mellett az üzemben tartó adatait tartalmazza. Tehát az a személynek az adata van benne a forgalmi engedélyben, aki a gépjármű magyarországi üzemeltetésére jogosult. És föl van tüntetve a forgalmi engedélyben, hogy ő az üzemben tartó vagy tulajdonos. A másik okmány, a törzskönyv, az viszont kizárólag a gépjármű tulajdonosának az adatait tartalmazza. Több tulajdonos esetén egy darab tulajdonosnak az adatát, illetve azt a megjegyzést, hogy ez közös tulajdonban van a gépjármű. Tehát azt, hogy kié az autó tulajdoni szempontból, azt a törzskönyv alapján tudjuk meghatározni. Azt, hogy ki az autó üzemben tartója, azt pedig a forgalmi engedély alapján. És adott esetben a tulajdonos és a üzemben tartó az lehet ugyanaz a személy. És ha jól sejtem, nem kell egyből menekülni, hogyha egy üzemben tartóival használt autót akarnak nekünk eladni. Pusztán csak birtokában kell lenni azoknak a papíroknak, amiben az autó valódi tulajdonosa feljogosítja az üzemben tartót az autó eladására. Ilyen is lehet, de itt azért picit gyanakodjunk. Nyilván le lehet ezt olyan dokumentumokkal igazolni, hogy az a személy, aki üzemben tartóként meg van jelölve, jogosult a tulajdonos képviseletében, nevében eljárni és aláírni egy gépjárműadásvételi szerződést, de ehhez azért legalább egy teljes bizonyítóerejű okiratba foglalt meghatalmazás szükséges. Ez egy szabvány meghatalmazás, amit mondjuk egy mintákat elérünk rá az interneten, vagy ennél valami komolyabb? Sok mindenre van minta az interneten, ahogy gépjárműadásvételi szerződésre is. Az egy másik kérdés, hogy ezeknek a nagy része az nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. Tehát nem megfelelő rendelkezések vannak benne. Ez egy későbbi epizód tárgya lesz. Igen, sokszor jogszabályi hivatkozás is rossz, stb. És ugye nem lehetünk itt biztosak abban tényleg, hogy az a számlaszám, amit megad, arra kell valójában a tulajdonosnak utalni,
a vételárat, nem tudhatjuk, hogy az üzemben tartó az jogosult-e a tulajdonos nevében a vételárnak akár készpénzben történő átvételére. Tehát én azt mondanám, hogy inkább tulajdonostól vegyük meg az autót. Ezt úgy is megtehetjük egyébként, hogy megmaradhat akár az üzemben tartó jog ugyanúgy, de ez meg is szüntethető az adásvétellel kapcsolatban. Milyen probléma merülhet fel, ha én egy üzemben tartótól jogtalanul vásárolok autót, értem ez alatt, hogy nem járult hozzá a valós tulajdonos, hogy ő azt az autót eladja, nem járult hozzá ahhoz, hogy ő ezt a vételárat utána átvegye és hasonlók. Tehát utána én ezzel technikailag lopást követek el? Vagy... Hát nem lopás, de hogy gyakorlatilag nem jön létre érvényesen az adásvételi szerződés. Nem szereztél tulajdonjogot, ez azt jelenti. Uh-huh. Tehát a tulajdonosnál maradt az autó, tulajdonjoga, te esetleg ugye kifizettél a üzemben tartónak meghatározott pénzösszeget, azt megpróbálhatod visszaszerezni. Megpróbálhatom. Igen. És ez vagy sikerül, vagy nem. Vagy sikerül, vagy nem, értem. Tehát egy adásvétel mindig csak a tulajdonos és az eladók közt jöhet létre. Üzemben tartóval? Nem. Nem? Vagy csak papírokkal? Csak megfelelő papíroknak a közbeiktatásával, aminek ugye valódisága az adott esetben megkérdőjelezhető, hogy tényleg két tanulót írták alá azt a papírt, tényleg a tulajdonos írta alá azt a papírt. Nyilván itt is több fokozata van egy ilyen dokumentumnak. Tehát, ha jól értem, körbebástyázható, de vevőként nekünk érdekünk, hogy mindenképpen a tulajdonostól vásároljuk az igen, autót. Igen. Nyilván, ha hoznak egy közjegyzői okiratot, hogy a tulajdonos felhatalmazza arra az üzemben tartott, hogy ilyen és ilyen feltételekkel adja el az autót, akkor teljesen nyugodtak lehetünk, mert van erről egy közjegyzői okiratunk, közjegyző előtt megjelentek a felek, közjegyző ellenőrizte az adataikat, vagy akár ügyvédi ellenjegyzett meghatalmazás is lehet, az ügyvédnek is kötelessége ilyenkor előtte megjelenő feleket ellenőrizni, és csak valóságnak megfelelő tényeket foglalhat bele a meghatalmazásba. Ha nincs ilyen, és ebben nem kíván belemenni a vevő, mert nyilván van egy ilyen rizikóhelyzet ebben a szituációban, akkor meg kell mondani, hogy tényleg jöjjön ide a tulajdonos. Most, hogy a nehezebbik utat végigjártuk, akkor nézzük az egyszerűbbet. Magánszemély vásárol autót magánszemélytől, aki tulajdonosa a járműnek, tehát nem üzemben tartója. Ellenőrizte az előéletét az autónak a hozzáférhető állami platformokon, és a vásárlás mellett döntöttek. Beszéljünk itt még a szerződésről, vagy ez majd a következő résznek lesz a témája, vagy érdemes végigmenni rajta? Szerintem a szerződésnek a részleteiről a következő részben mélyebben tudunk beszélni. Amit még itt esetleg a kereskedésből történő vásárlással kapcsolatban kiegészítésként hozzátennék, hogy kereskedés sem biztos, hogy minden esetben tulajdonosként jár el. Ó, bizományos értékesítés. Igen, az az egyik a bizományos, a másik, ami egy picit visszakanyodik az előző témánkhoz, hogy meghatalmazás alapján vagy megbízás alapján is eljárhat. Nagyon sok esetben a kereskedések nem vásárolják meg az eladótól a gépjárművet, tehát nem kerül a tulajdonukba, de ugyanúgy a kereskedés udvarán találhatók meg ezek a gépjárművek, és a kereskedő fogja aláírni azt a szerződést, amivel mi megvesszük az autót vevőként. Ez alapvetően bizományi szerződéssel lehet, illetve egy megbízás alapján. Bizományosi szerződés alapján a kereskedés a saját nevében az eladó javára adja el a gépjárművet, és ez abból a szempontból érdekes, hogy itt a szavatossági jogok hogy alakulnak majd, de erről majd a következő részben fogunk beszélni, illetve a magánszemélyhez hasonlóan úgy is eladhatja a kereskedő az autót, hogy a magánszemély nevében adja el az autót a magánszemély eladó javára. Ilyen esetben viszont a szerződés az a vevő és az eladó magánszemély között fog létrejönni. Tehát a kereskedő igazából csak egy képviselőként, egy aláíró személyként jár el ebben a helyzetben. Ez csak azért fontos kiemelni, hogy nem biztos, hogy az az autó, amit a kereskedés udvarán megveszünk,
az a kereskedés tulajdonát képezi. De ez így teljesen jogszerű, és PTK-ban rögzített szerződéstípus ez a bizományi értékesítés is. Értem. Köszönöm. Szerintem jobb teaserünk volt a következő részre, mint a bosszúállóknak. Úgyhogy folytassuk innen. Rendben. És iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, írjátok meg a kérdéseiteket, mert elképzelhető, hogy összerántunk majd egy kérdésekre válaszolós epizódot, hogyha lefutott ez a három beszélgetés, ami a használt autóvásárlási jogi hátterét taglalja. Amúgy pedig hamarosan újra találkozunk. Szervusztok!